Na srácok, hát tolonganak a villamosok a Kápolna utcába. Mint láthatjátok, rögtön ahogy leszálltam, már el is kezdtem a videózás nektek. És hát annyira nem ritka esemény az, hogy itt a Kápolna utcában azért villamos forgalom van. Ugye régebben azért aktívan volt itt az egészen az utca végéig, ugye? Hiszen nem szakadt meg itt a pálya, ahogy majd most látni fogjátok, hogy megszakad. Hiszen ugye a 36-os villamos, többek között például a Csufi is közlekedett itt rendszeresen. Közlekedett, és hát miután megszüntették a villamos, a pályát végül is végig meghagyták, mert csak le van aszfaltozva. De itt meghagyták teljes egészében üzemkészen, és a mai napig használják is rendszeresen egyébként. Tehát akár problémáknál, akár csak kihúzásnak, tárolásra, mindenre használják igazából. De az, hogy ilyen szinten tolongás legyen tulajdonképpen ezen a kis szakaszon, az azért viszonylag ritka történet. És ugye most 20 órától a 3-as villamos egészen estig a menet végéig, csak ideig Kőbánya alsóig közlekedik, minden pótlóbusszal lehet az Eötvözértéréig menni. És a 28A is, mint láthattátok, innen közlekedik a keleti pályaudvar irányába, ugye ez teljes egészében a nem megszokott forgalma a 28A-nak. És láthatjátok, hogy hát jó nagy tolongás van, és ez egy gyönyörű kép itt, pont a felhők is nagyon szépen süti a nap a felhőket, ugye? Hát 20 óra után van konkrétan, 20 óra 8 perc, csak nem fókuszál rá a kamera, de lényegtelen is. Láthatjátok, hogy itt vége van a vágánynak, de azt is lehet látni, hogy csak le van aszfaltozva, és végig-végig megvan. Egy idő után parkolóként van használva a vágányok helye, és ott láthatjátok, hogy még az eredeti macskakő is megmaradt. De érdekes, hogy itt a vágány végét tulajdonképpen ott egy sinnel megoldották, itt meg igazából sehogy sem. És most fog majd az a 3-as átmenni a másik vágányra, akkor a kaf majd a másik 3-as, ami mögötte van, az majd idejön. És akkor a 28-as meg szerintem be fog állni, igen, már le is indult, hogy a Kőbánya alsóra, 28A, jobban mondva, és indul a menet keleti pályaudvar felé. Láthatjátok, hogy itt van beépítve egy vágányváltási lehetőség, és ezt most jól ki tudják használni a villamosok, és azt gondolom, hogy sűrű forgalom esetén azért itt most óriási probléma is lehetne, mert azért szerintem nem véletlen, hogy csak az esti órákban van ez így most, mert hogy ugye több viszonylatnak is fel kell ide állni, azért most is hétköznap van, tehát péntek este, 10 percenként közlekedik a 3-as, a 28-á is jön, tehát elég sűrű a menet. Ugye azt azért mindenképpen tudnatok kell, hogy ez egy teljesen tudatos és észszerű döntés volt annak idején, hogy ezt a vágányszakaszt itt meghatták a 36-osból. Bocsánat, egyébként kicsit a nyelvemet felsértettem, és azért nehezebben beszélek most, elnézéseteket kérem. Szóval, hogy itt a 36-os vágányát meghagyták, az tudatos lépés volt, hiszen kellenek az ilyen pontok, ahol ha mondjuk bármi probléma van, visszafordításra, tárolásra tudjanak használni vágányszakaszt, és ez egy teljesen megfelelő erre a célra. És láthatjátok, hogy hát ez most itt nagyon-nagyon aktívan ki van használva, úgyhogy én most innen megköszönöm nektek a figyelmet, mert szerintem ez a téma, ez pont annyit, ennyi időt ér, úgymond, ami még izgalmas belőle. Most itt ez a menet megy egészen a üzemzárásig. Sziasztok!